Lehetőségük van ruhát mosni az anyagi gondokkal küzdő Máramarosszigetieknek, ugyanis a helyi nyilvános fürdőnél 3 mosógépet működtetnek. A nyilvános fürdő szolgáltatásait számos Máramarosszigeti vesz igénybe, amióta mosni is lehet, még többen látogatják. Sok személy jön ide naponta. A heti program 3 alkalommal teszi lehetővé. Szerdán és pénteken 14 óra 30 és 17 óra között, szombaton egész nap. Amióta 3 mosógéppel bővültünk, még többen jönnek. Lehetőségük van tusolni és ruhát mosni. Idén havonta közel 100 személy vette igénybe a szolgáltatásainkat, mutatott rá Vicenzo atya, a Máramarosszigeti nyilvános fürdő ügyintézője. Valódi támogatás mindazoknak, akiknek otthon nincsenek meg az anyagi lehetőségük. Sokuk nem rendelkezik sem melegvízzel, sem elektronikus háztartási gépekkel. Nem jövünk nagyon gyakran, egyszer egy héten. Ha felmelegszik az időjárás, akkor hetente 2-szer. Isten adjon nekik egészséget és boldogságot. Nagyon nagy segítség, főleg nekünk, akik idősek vagyunk és nincs melegvízünk, mondta egy Máramarosszigeti. A Máramarosszigeti nyilvános fürdő 3 évig nem üzemeltetett. 2015-ben befejezték a felújítási munkálatokat, és tavaly októbertől a Máramarosszigetiek rendelkezésére áll. Dragomér falva lakosságának legfőbb vágya ismét falusivá válni, mely jelen pillanatban utópiának tűnik, mivel Romániában nem létezik egy olyan törvény, mely a városokat községgé változtatná. Máramaros megye prefektusának állítása szerint nem hagyta figyelmen kívül a Dragomér falviak óhaját, és a következő napokban hivatalos választ fog adni. Anton Rohián prefektus elmondta, hogy egy lehetséges népszavazás alapja egy hatályos jogszabályi rendelkezés kell legyen. És szkeptikus, ami ezt illeti, hogy a választási évben egy olyan törvényrendeletet fognak megtárgyalni, mely a városokat községgé alakíthatja. A prefektus szerint az adótörvénykönyv által előírt helyi adók növelését tavaly kellett volna felvetni, amikor hónapokig nyilvános vita alá volt vetve. Ugyanakkor a helyi hatóság nem tájékoztatta a lakosokat, mit jelent földjeiket a városba átruházni. A prefektus ugyanakkor azzal vádolja a helyi hatóságokat, hogy 14 év alatt nem sokat tettek a helység fejlesztésére. Nem sikerült európai alapokat hozni, vagy magánbefektetőket vonzani. Sőt, mi több, a 2015-ös évben költségvetésre kapott 10 millió lejből sem sikerült csak mindössze 6 millió lejt elkölteni. A fennmaradó pénz visszakerült az államkasszába. Folytatódnak a 2015-ös év Máramaros embere kampány jelölései. A SzigetTV, SzigetFM és Máramédia.ro hírportál által megszervezett kampány az adminisztráció kategóriának egyik jelöltje, Ivászuk Mihály, Aknasugatak polgármestere, aki tavaly számos beruházási projekt által több területen fejlesztette a községet. Különböző területeken, a kultúrától a turizmusig számos fejlesztési tervben részesült a község. A közúti infrastruktúra és a vízszolgáltatás is javult. 2015-ben munkálatok folytak a csatornahálózaton, több 10 kilométer utat leaszfaltoztak, felavatták az információs turisztikai irodát, befejezték a szennyvízletisztító telepet, a központi óvodát felújították, megkapták a szükséges pénzalapot egy szemetes kocsira, és hamarosan átadják az európai színvonalú élelmiszerpiacot. Beszerezték a hotinkai ünnepségre szükséges eszközöket, színpad, hangosítás, székek, mellékhelyiségek, és ellátták felszerelésekkel a felnőtt szociális központot is. Ivászuk Mihály Aknasugatak polgármesterének 2016-os évi tervei közé tartozik 16 utca leaszfaltozása, a közvilágítás hatékonyságának növelése és új épületbe költöztetni a polgármesteri hivatalt. Állásbőrzést szervezett egy munkáltató cég kérésére február 18-án a Máramaros megyei munkaügyi és foglalkoztatási ügynökség. A kínálat iránt érdeklődő munkanélküliek száma paradox módon a munkahelyekhez viszonyítva alacsonyabb volt. Habár vannak munkanélküliek, a textilipar iránt gyenge az érdeklődés. Legalábbis ezt a következtetést vonták le az állásbőrzén a munkaadó cég képviselői, akik órákig vártak jelentkezőkre a felkínált 20
25 varrónői állásra. A nehezen összegyűlt 20 jelentkező közül alig 7-et sikerült kiválasztani, még akkor is, ha a munkáltató munkahelyi szakképesítés biztosít 300 euróig terjedő nettó fizetést, étkezési jegyeket és ingyen szállítást ígért. Erre a mini állásbőrzére 120 szemét értesítettünk, olyanokat, akik már dolgoztak a textiliparban, úgy szakképzett munkanélkülieket, mint szakképzetlen, de az iparágban járt a személyeket is. Ezúton fel szeretném hívni az érdeklődők figyelmét, hogy a fennmaradt munkahelyekre még feliratkozhatnak egy interjúra a munkáltató céggel. E célból a Máramaros megyei munkaügyi és foglalkoztatási ügynökségnél még letehetik az önéletrajzukat és kísérőlevelüket, mondta Donka Stefani, a Máramaros megyei munkaügyi és foglalkoztatási ügynökség szóvivője. A munkáltató cég képviselője nehezen magyarázta meg az állásajánlat iránti csökkent érdeklődést, olyan körülmények között, hogy Máramaros megyében munkahelyhiány tapasztalható. Szerinte az utóbbi időben indokolatlan negatív képet állítottak fel a textilipari munkáltató cégekről, bár néhányan közülük komoly cégek. Én azt gondolom, kevésbé ismerik a mi ajánlatunkat, és egy tisztességtelen versengés létezik közöttünk és kisebb cégek között, akik más módon fizetnek, amit most itt nem akarok kommentálni. Világos, hogy a konkurens cégek felől, akik nem akarják, hogy több alkalmazottunk legyen, mint nekik, létezik egy negatív reklám, vallotta Demián Camelia, a munkáltató cég humán erőforrás igazgatója. Mivel a munkáltató cég munkaerő hiánnyal küzd, nyugdíjasokat is hajlandó alkalmazni, akiknek szakképzést is biztosít. A Teleki Magyarházban február 26-a és 27-e között ismét sorra kerül a nagybányai felolvasó maraton. A rendezvény vendége Kulcsár Székely Attila, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház színésze, aki a Halhatatlan Élet című egyszemélyes népi vígjátékot adja elő Nyírő József azonos című regénye alapján. Az olvasás óráira kedvenc szöveget, verset, prózát, mesét, elbeszélést, regényrészletet lehet megosztani a résztvevők. Ha van olyan kedves tárgy, esetleg zene, amelyről bárki úgy érzi, hogy a kedvelt szöveghez kapcsolódik, azt is be lehet mutatni, vagy elő lehet adni. A felolvasó maraton 2016. február 26. péntek este 7 óra és február 27. szombat este 8 óra között zajlik. Azok, akik valamely Nagybányán vagy környékén született író, költő, művével, vagy valamely a vidékünkhöz kapcsolódó szépirodalmi alkotással vesznek részt a programban, értékes ajándékban részesülnek. A február 26-27-i eseményre felolvasóként, hallgatónként is nagy szeretettel várnak mindenkit. Jelentkezni a Teleki Magyar Házban lehet személyesen vagy telefonszámon. Pályázatot hirdet a Teleki Magyar Ház magyar nyelven tanuló tehetséges képzőművészeti érdeklődésű fiatalok számára. A pályázat keretében 7 és 12 osztályos diákok jelentkezését várják. A sikeresen pályázó fiatalok meghívást kapnak a ház képzőművészeti tehetségépítő programjába való bekapcsolódásra, illetve lehetőséget biztosítanak számukra, hogy hivatásos alkotóművészek vezetésével mélyítsék el ismeret fejlesszék képességeiket. A rendszeres oktatás és gyakorlatok mellett műterem látogatásra a Nagybányai Művészeti Múzeum régi és kortárs képzőművészeti gyűjteményének megismerésére, valamint kortárs képzőművészekkel való megismerkedésre is lehetőséget biztosítanak. A Génius Lóci Nagybánya képzőművészeti műhely szakmai vezetői Deák Orsolya és Győri Kinga nagybányai képzőművészek. A műhely tevékenységek március 26-a és május 30-a között zajlanak Győri Kinga Klastomréti műtermében szombat délelőttönként összesen 8 alkalommal. Az árokiállításra június első felében kerül sor a Teleki Magyar Házban. A pályamunka témája, amellyel a képzésre jelentkezni lehet, álmai nagybányája. Készülhet A4-es méretben bármilyen technikával és alapanyagra. A pályamunkákat a Teleki Magyar Házban várják. Beadási határidő 2016. március 19. szombat este 8 óra. A csoportba legtöbb 20 résztvevőt tudnak fogadni.